Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A Fidesz gazdaságpolitikájának állatorvosi lova a Gödi akkumulátorgyár. Környezetszennyezés, 88 tonna magzatkárosító anyag a levegőben, hatósági mulasztások, vendégmunkások, politikai mellébeszélés, mindezt pedig 150 milliárd forintos állami támogatásból, a magyar adófizetők pénzéből, cserébe alacsony hozzáadott értékkel működik ez a gyár. 88 tonna magzatkárosító anyag jutott a levegőbe, amely megtalálható volt a talajvízben is. Ennek nagy része 2021-ben történt, és ezek az adatok csak most kerültek nyilvánosságra. A hatóság azt sem tartotta fontosnak, hogy vizsgálja, hogy ez az elképesztő mennyiségű, egyébként rákkeltő anyag is hova került pontosan a levegő, illetve a talajvíz révén, a környező településeket, vagy magát Göd települését, a lakosságot milyen mértékben érintette. De nem csak a környező lakosok egészségét vette semmibe ez az akkumulátorgyár, azt is kimutatták, hogy például a nikkel a megengedett mennyiség 250-szeresében volt megtalálható a gyár területén, így a dolgozókat is kitette ennek a károsodásnak. Múlt heti látogatásom során Bognár László, korábbi gödi polgármester is beszámolt arról, hogy a lakosság is fel van háborodva emiatt a szennyezés miatt, illetve az ingatlanárak csökkenése miatt, és bizony féltik a saját és a gyermekeik egészségét is. Korábban ez a gyár úgy is működhetett Magyarországon, még egyszer hangsúlyozom, a magyar kormány 150 milliárd forintos állami támogatásával, hogy nem volt tűz- és katasztrófa védelmi engedélyük sem. De lássuk, hogy ezekre a felháborító esetekre mi volt az önök válasza. Az, hogy hát éberség, elvtársak, lehet, hogy rémhír terjesztés történt, és ez az egész nem is igaz. Csak hogy az egésznek az a szépséghibája, hogy ezek az adatok megtalálhatók az országos környezetvédelmi információs rendszerben is, tehát az állam által hitelesített adatokról van szó, tehát ha valaki rémhírt terjesztett, akkor a magyar állam az, aki rémhírt terjesztett, és a kapu, a kör bezárult az önök számára. Nem a rémhírterjesztéssel, figyelemeltereléssel kellett volna foglalkozniuk, hanem azzal, hogy a legszigorúbb mértékben fellépnek az ilyen környezetszennyezéssel szemben, és nem mondjuk a gyár bővítésén dolgoznak. Mert ez volt az önök második válasza, de ezt nem önök jelentették be, hanem a koreai sajtóból tudhatta meg a magyar választópolgár, hogy bizony Koreában már bejelentették, hogy ezt a gyárat is bővíteni fogják, és kapaszkodjanak meg, már toborozzák ide a Fülöp-szigeteki vendégmunkásokat, akik az önök hazugállításával szemben természetesen nem mennek haza kettő év után, hanem, ahogyan azt a Torockai László leleplező videójából is tudjuk, maguk a vendégmunkások mondták el a Nagy Magyarország Parkban, hogy kettő év után csak kettő hónapra mennek haza, majd újból visszajönnek, így gyakorlatilag folyamatosan, akár évtizedekig is dolgozhatnak Magyarországon. A kormány volt olyan kegyes, és megemelte a büntetési tétel határát az ilyen cégekre kivethető büntetések esetében. Csak hogy az önök által megemelt összeg ből, hogyha 1500-szor is megbírságolják ezt a gyárat, még akkor sem éri el a gyárnak juttatott állami támogatásnak a mértékét, a bírságok mértéke, tehát mit fognak csinálni? Körberöhögik az önök büntetési tételeit, és folyik minden szépen tovább. Az éves nettó árbevételükhöz viszonyítva a legmagasabb büntetési tételt, azt látjuk, hogy akár 16 ezerszer megbírságolhatják önök ezt a gyárat, akkor is még pozitív lesz az éves nettó árbevétele. A Mi Hazánk Mozgalom benyújtott egy javaslatot, amely azt célozta, hogy ennél lényegesen magasabb érdemi büntetést szabjanak ki a környezetszennyezés és a magzatkárosító anyagoknak a levegőbe, illetve a talajba juttatása miatt erre a gyárra, de önök ezt a tegnapi napon a Vállalkozásfejlesztési Bizottság ülésén leszavazták.
most kiderült, hogy kinek az érdekét szolgálják, ennek a globalista környezetszennyező gyárnak, és nem védik meg a magyar embereket ennek a káros hatásaitól. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Dóra Dóra képviselőasszony. A kormány nevében Koncz Zsófia államtitkárasszony mondja el a véleményét. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Gödel kapcsolatban csak szeretném megismételni azt, amit miniszterelnök úr is elmondott, hogy Göd polgármestere feljelentést tett az ügyben, és ki fog derülni az, hogy mi az igazság ebben a kérdésben, és szeretném javasolni és kérni azt, hogy ezt az eljárást és vizsgálatot mindenféle szempontból várjuk meg. A kormánynak határozott elvárása az, hogy a legszigorúbb környezetvédelmi és munkavédelmi szabályokat tartsa be minden beruházó és beruházás. Láthatták azt az elmúlt időszakban, hogy ha egy ilyen eset felmerül, hogy a hatóság valamit nem rendben talál, akkor bizony az üzem felfüggesztése mellett is döntenek, gondoljunk csak Bátony terenyére. Az a helyzet, hogy a jövő szempontjából az, hogy a gyermekeinknek olyan jövőt tudjunk biztosítani, ahol a környezetünket, természetünket megvédjük, és ezekre a kincseinkre vigyázunk, azt gondolom, hogy nem lehet vitás kérdés, ebben teljes mértékben egyetértünk. Éppen ezért indítottunk el egy zöld energiával foglalkozó online párbeszédet, ahol egyébként elmondhatja mindenki 13 kérdés kapcsán azt, hogy mi a véleménye, mi az álláspontja a zöld iparfejlesztéssel, a zöld energiával, az atomenergiával, a geotermikus energiával, vagy az elektromobilitással kapcsolatban, illetve van benne olyan kérdés is, amely például Brüsszelben kitalált, és azt gondolom, hogy a magyar embereket egyébként nagyon károsan érintő kérdésekkel kapcsolatos. A zöld ügyeket és a környezetvédelmét, a károsanyagkibocsátás kérdését nagyon komolyan vette a magyar kormány az elmúlt időszakban is. Büszkék vagyunk arra, hogy gyakorlatilag a világon 21 olyan ország van, amely úgy tudta a gazdaságát növelni, hogy közben csökkent a károsanyagkibocsátása. Ebben mi magyarok is ott vagyunk, sőt, a most felülvizsgált alatt álló Nemzeti Energia és Klímatervben a 2030-as céljainkat is most változtatjuk meg, és gyakorlatilag az 1990-es bázis évhez képest a károsanyag kibocsátás csökkentését 40% helyett 50%-ra szeretnénk növelni. Azt ön is tudja, hogy az uniós szabályozás az elektromos autók felé tereli az autógyártó szektort. Az Európai Bizottság javaslata értelmében már 2035-től csak nulla kibocsátású új gépjárművet lehet az uniós piacon forgalomba hozni. Ezt az Európai Parlament is megszavazta. Azt látjuk, hogy ebben a technológiai versenyben hatalmas harc folyik azért, hogy egy-egy beruházást el tudjanak hozni. Mondhatok egy friss példát is. Brüsszel nemrégiben 902 millió euró állami támogatást hagyott jóvá a Northvolt akkumulátorgyártó németországi gyárának, és ezt azért tette, mert azt mondta a svéd vállalat, azzal fenyegetőzött, hogy visszavonja az Észak-Németország üzemének a megépítését, mivel az Egyesült Államok bőkezűbb állami támogatást kíván nyújtani. Azt kell látni, hogy óriási a verseny, ahol például Franciaországgal, Finnországgal, vagy akár Lengyelországgal versenyzünk. És ahogy miniszterelnök úr korábban felhívta a figyelmet arra, azt kell elképzelni, hogy mondjuk mi lenne Kecskeméttel, vagy mi lenne Győrrel, hogyha nem lenne ott a Mercedes, vagy az Audi. Győrben 10 éves autógyártási rekord dőlt meg, Kecskeméten felső kategóriás elektromos autógyártás indult. Azt gondolom, hogy nekünk az az érdekünk, hogy ebben a versenyben részt vegyünk, ugyanakkor természetesen a környezeti szempontokra mindenféle esetben oda kell figyelni, és a helyi szempontokat meg kell jeleníteni ezen beruházások során. Még hogyha megenged képviselőasszony egy olyan fejleményt, amihez nem láttam, hogy a Mi Hazánk gratulált volna, februárban
mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos előrelépés. Februárban elértük a 6000 megawattot a napenergia kapacitás terjedésével kapcsolatban. Ez úgy gondolom, hogy mind-mind Magyarország energiabiztonsága, az energiaellátás, az energiaszuverenitás szempontjából egy fontos dolog. Ezt egyébként korábban 2030-ig szerettük volna elérni, és a háztartási méretű kiserőművek kapcsán is már 260 000, több mint 260 ezer működik az országban, és ezt 200 ezer volt az a határ, amit eredetileg el akartunk 2030-ig, és mi ebben hiszünk, ezért jelenleg is 200 ezer milliárdnyi pályázat fut, például a Napenergia Plus program, úgyhogy kérjük a frakciót is, hogy ezekben támogasson minket. Köszönöm szépen!